szó sem fog esni a bekotáson, és ígérem, hogy a hétfőn már föl fog emelni a ruhát. Nagyon cuki lakásod van. Hát elmondanám őszintén, a színekből kitaláltam, de azt mondta, hogy minimálizált. Azt mondta, mindenki azt gondolja. Minimálbarok, talán. Neked akkora lelked van, Brigi, a lakás, én megmondom neked a lakásból, akkora lelked van, hogy az amacot az amacot. Nagyon fura volt, hogy itt rögtön ez a mackó rengeteg. Nem ismernek engem, és ez egy fura szituáció volt, de úgy éreztem, hogy ez nagyon magas labda, és ezt nagyon lecsapták. Jó, azért van, akkor... Hogy nem ez be a képben egy szívne, ez nem. Ez jó, de igen, de akarom fotózni a mackó gyűjteményt. Egy picit többet mutassál meg, jó? Jó? Egy picit többet, jó? Figyelj, jó? Most szúrjál! Valaki itt húzza az időt. Lehet, hogy Brigi, de lehet, hogy a vendégek szeretnének minél később szembesülni azzal, mi kerül az asztalra. Brigiről kiderült, hogy egy társasági ember, és szereti azt, hogyha őt körülveszik a jó barátai. Hát a mackókról beszélünk, és a mackóknak szerintem neve is van, néha szétültetni őket, ha nem viselkednek jól. Brig beteg. A Valerina Zsizel. Zsizel. Esetleg egy medve táncoltatás az asztalon? A balett medve megvan hozzá. Elindult egy ilyen hetszelődés a Brigivel szemben, amit nyilván poénból tettünk, mi jól szórakoztunk az asztalán, de hál' Istennek, hogy annyira ideges volt, hogy ezeket így nem igazán vette észre. Megkérdeztem, hogy milyen olyan héten tud vigálni, amiben van csirkés barátszik, és ütős. Tehát van esély arra, hogy mi egy hagyományos kiszolgálján. És akkor kitalált egy ilyen ázsiai döntésünk mellé. Hiába reménykednek a sét barát, nem volt ott délután.